Az idején is meghirdetésre került a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem program, nem csak Kárpátalján természetesen, hanem az egész Kárpát-medencébe. Az első mozzanata ennek a projektsorozatnak az a május végi esztergomi buzaszentelés volt. Most beindult ezekben a napokban, köszönhetően ennek a nyári forróságnak az adatás, és természetesen meghirdetésre került itt is a buzagyűjtés, amelynek a végső mozzanata majd az augusztus 10-i a nagydobronyi irgalma szamaritános gyermek otthonba történő buzaösszöntés lesz. Nem ezzel zárul maga a program, hanem Kárpátalján lesz egy nagyszabású rendezvény, ugyanis majd november közepe vége felé lesz az adományok átadása hivatalosan, amelyen majd részt fog venni Herceg Anita, Áder János köztársasági elnöknek is a felesége. Egyébként a program épp úgy bonyolódik, mint minden más évben. Hát azok a gyűjtőpontok, amelyek idáig is szerepeltek most is, azok oda kellene vinni a gazdáknak a buzájukat. Kérem, hogy jó minőségű és tisztított termés vigyenek, hogy fel lehessen használni akár egyből is, akár őrni, akár becserélni lisztén, mert hát tudjuk, hogy a rászorultaknak, vagy a diákoknak, vagy azoknak a tanulóknak, akik ezekben a református vagy más felekezetű gimnáziumban, liceumokban tanultak, ugye nem csak kenyérrel él az ember, hanem ennek egy része ennek a buzának szalonnával fog nemesülni, mert csak kell rá egy katonára is. Úgyhogy aki teheti, felkérek minden kárpátai magyar gazdát, hogy mutassuk meg, hogy vagyunk, mutassuk meg, milyen a gazda szolidaritás. Azt hiszem, az elmúlt években a kárpátai gazdatársadalom ez kiválóan szerepelt ezen a téren, hisz messze úgy területéhez, mint a népességhez viszonyítva is a kárpátai magyar gazdák adták a legtöbb buzát a magyarok kenyerébe.